Na sziasztok, sziasztok kedves emberek, én Fórum 12 vagyok, és itt lennék a GTA San Andreas Mitoszok és Legendák harmadik évadjának az első részénél. És a mai áldozatom a Bermuda háromszög rejtélye lesz, ugyebár a valóságban is ez van. A valóságban Florida államnál, Florida, Costa Rica, ja nem, valami kis sziget, és az alkotják igazából a Bermuda háromszöget. A Bermuda háromszög rejtélye a valóságban, tehát ez volt a valóságban, és a GTA San Andreasban is állítólag van Bermuda háromszög rejtélye. Ha jól megnézzük a térképen, én úgy tudom, hogy itt Los Santosnál, a Santa Maria Beachnél, vagy hát itt az óceánban, lehet, hogy rosszul mondom, de lényegtelen, itt az óceánnál van úgymond a Bermuda háromszög is, de itt tűnnek el repülők is, meg hajók is, mint a valóságban is. Ezt most meg fogjuk nézni tulajdonképpen, és mielőtt még elkezdeném a Bermuda háromszög rejtélyét, elnézést kérek elsősorban, hogy nem jelentkeztem ugyebár tegnap, ezt a videót látjátok, nem jelentkeztem tegnap GTA San Andreas Mitoszok és Legendák videóval. Nos, nem volt kedvem videózni egyébként, és hát időm volt rá, de kedvem nem volt. Most van időm meg kedvem, úgyhogy mivel péntek van, ezért ha minden jól megy, akkor ma live-ot fogok nyomatni. Na, először megnézzük repülővel, hogy milyen is ez a Bermuda háromszög. Hát ha van Bermuda háromszög, ha viszont nem, akkor ez tévhit, hogyha mondani. Hát mondhatnám így is. Hát én úgy gondoltam, hogy Terence Hill-től ellopjuk szépen a motort. Lejjebb vettem a hangerőt, hogy ne legyen ennyire hangos a játék. Szóval, újra van GTA San Andreas Mitoszok és Legendák videók, szerintem mindenki örül, happy, mindenki boldog. Hát én is örülök, hogy újra van GTA San Andreas Mitoszok és Legendák videó, mert nagyon régen volt, és nem értem, hogy miért tölti be ilyen későn a textúrákat. Na mindegy, mindegy. Ez nem rám tartozik. Ez a játékra tartozik igazából, tulajdonképpen. Hát addig nem fog elmenni a hangom tulajdonképpen a sok beszédtől, de biztos lesz energiám, úgymond, videót csinálni. Maradjunk annyiban. Na, meg is érkeztünk a Santa Mariához, Santa Maria Beachnél. Beachhez, bocsánat. Megpróbálok értelmesen beszélni. És akkor nézzük meg repülővel. Azért vettem le halkabbra a videót, ami az a játék hangereit, elnézést kérek, mert ez hangos, ez a hidra. A hidra nagyon hangos. Na, repüljünk akkor a Bermuda háromszöghöz, és én meg ezt hangosnak hallom, akkor leveszem a hangerőt, hogy ne hallját, hogy ezt kivonjuk most a forgalomból, úgymond. Hát a zavar, hogyha hát hiányolni fogjátok a hangot, akkor elnézést kérek. Na, vegyünk egy kicsit, na szóval, az a Bermuda háromszög, tehát ha ismeritek a Bermuda háromszögöt, akik nem ismernék, akkor még gyorsan elmondom, a valóságban Florida környék, Florida államban van ez a Bermuda háromszög ott Amerikában, és ott tűnnek el igazából repülők, hajók is, van egy dokumentumfilm, ami bemutatja, hogy hogyan tűnnek el repülők, illetve hajók is, mert igazából elindulnak, mit tudom én, Floridától elindulnak, és nem indul el, nem érkezik meg úgymond a hajó, vagy illetve repülő is. A második világháborúban is ugyanez történt, bombáztak valamire, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem ez történt, és eltűntek. Valamilyen oknál fogva eltűntek ezek a repülők, illetve hajók is. És a San Andreasban is ugyanez van, hogy egy idő után nem tudjuk irányítani a repülőt, illetve a hajót. Most megnézzük először repülőn, utána a hajón is. Repülni kell egy ideig, és aztán nem tudom, utána megyünk itten a végtelenségbe, hát itt tisztára ilyen
Bermuda háromszögös szöges rejtély van. Jó van. Hát egyelőre nem látok semmit. Most azért jöttem direkt hidrával, hogy gyorsabban menjünk. Bár hajóval szerintem azt kerítek egy jobb hajót. Elnézést kérek, hogyha kevés az FPS szám, de most megpróbálok nagyobb felbontásban játszani, hogy legalább ne legyen ez a fehér feketesség a videó feketesség a videókban, meg a játékban. Hát én egyelőre nem látok semmit se. Na, a nyomvad bárányfelhők is. Na, menjünk tovább. Hát egyelőre semmi. Repülök a végtelenségbe. Várjátok, még egy gondot beírok. Hogy ne fulladjunk meg a vízbe, hogyha belerepülnénk. Nagyon próbáljuk meg azt, hogy belerepülünk az óceánba. Akkor meg így felrobbanunk. Jó, vágás time. Na, visszatértem. Csak nagyon nehéz volt. Bazd meg. Bocsánat. Elfelejtettem, hogy bekapcsolva felejtettem a rádiót. Hú, de beszarratott engem. Na mindegy. Na, elnézést kérek, csak meg akartam keresni ezt a hajót, mert azzal a csiga lassú hajóval én nem fogok azzal menni. Na mindegy. Mert ezzel gyorsabban tudok haladni. Kérem halásan. És remélem nem fog letiltani a YouTube, de írjátok meg, legyetek szívesek kommentbe, hogy az a zene, ami most szólt, az copyrightos-e vagy nem copyrightos? Szóval azzal a csiga lassú hajóval nem akarok menni. Jó, nem látom Los Santos-t, akkor megyünk még. Lehet, hogy csinálni fogok még egy ilyen GTA San Andreas Mythos-ok és legendák videót. Elnézést kérek. Egyébként hogy tetszett a... Hogy tetszik a... GTA San Andreas Mythos-ok és legendák harmadik évadnak a... harmadik évadjának a új intrója? Nekem tetszik, amikor megcsináltam. Egyébként a végtelenségbe, de itt akkor sincs Bermuda háromszög szerintem. Hiába mondják, meg tönéztem, vagy olvastam, hogy állítólag van ez. Ajjaj, fekete vonat. Megyek itt a végtelenségbe, mint a valóságban lennék, ezt nem látok semmit. Megyek itt a semmibe. Hát én feladom, nem találom a Bermuda háromszöget. Szerintem ez a mítosz hamis. Miért? Mert szerintem hiába... Szerintem... Nem szerintem, hanem... Azt gondolom, hogy én azt mondom, hogy nem találtam meg. Tehát hiába próbáltam repülővel, hiába próbáltam hajóval, nem megy. Ez nem a Bermuda háromszög. Szerintem ez a mítosz hamis a San Andreasban. De a valóságban nem tudom, hogy miért történik ez. Az inkább legyen a tudósok, a mítoszadászoknak a valóságról beszélek most, nem a játékról. Szóval én azt mondom, hogy ez a mítosz hamis, nem létezik, ez szerintem ez csak kitaláció, de én nézek videót arról. Szerintem a következő mítoszok és legendák a harmadik évadjának a következő része az lesz, hogy megnézzük Katalinnak a kabinját, kabinja helyett a házát, vagy megnézzük az erdőlény titkát, vagy szerintem már megnéztem Big Smoke szellemét, de azért még egyszer megnézzük. És hát nem akarok hosszú harmadik évadot, tehát én tartogatok ilyen jó mítoszokat, illetve legendákat. Na,
Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, én Forum12 voltam, és sziasztok!